Elkészülnek a táskák a kézművesek házában, megkezdődött az asszony műhely alkotótábor. Az első napon emellett kulcstartót és egyéb praktikus használati, valamint dísztárgyakat készítenek a résztvevők. Többen évek óta járnak ide, nem csak a táborba, de a havi foglalkozásokra is szívesen jönnek, ahol aztán az összes alkotótechnikát elsajátíthatják. Itt lenni jó. Tehát öröm varni és öröm itt lenni, úgyhogy nem válogatok, minden jöhet, meg egyébként évközben is szívesen jövök minden hónapban, mindig évszaknak megfelelően varrunk valamit, és mindegyik boldoggá tesz és örömmel jövünk, szerintem mindannyian, akik itt vagyunk. Az asszonyműhely havonta egy-egy alkalommal jelentkező kreatív foglalkozás sorozat, melynek zárásaként szervezik meg minden évben a nyári tábort. A hölgyek egész héten kézi és gépi varrással alkotnak, de akár gyöngyöt fűzni, nemezelni, bőrözni és ékszert készíteni is lehet. Évközben egy kicsit többen vagyunk ugye általában, hónap végén szoktunk összejönni minden, hónap végén, ünnepek előtt különösen nagy az érdeklődés, ugye amikor ajándékokat készítünk pusétra vagy karácsonyra, de most is itt vannak, és nagy örömmel vettük, hogy két új jelentkezőnk is van, akiket szívesen tanítgatunk a varrás fortéjaira. A Rácz utcai alkotóházban a jövő héten szövőtáborra is várják az alkotókedvűeket, akik megismerhetik a kézifonás és szövés technikáját, de lesz mások mellett vászon és szalagszövés is.